Szia! Nagy szeretettel üdvözöllek a 6. Dinamileckében. Nagyon büszke vagyok rád, hogyha idáig eljutottál. Arra gondoltam, hogy a mai videóban egy ilyen szuper kis gomba ceruzavéget készítenénk, ami szerintem szuper ajándék kollégáknak, nagymamáknak, iskolatársaknak, végül is tulajdonképpen akárkinek, aki fog ceruzát és tollat a kezében. Egyébként pedig a 22 hónaposom nagyon szívesen játszik vele, hogy próbálgatja bedugni a ceruzákat a végében, látta a nagyoktól, úgyhogy akár még motorikus fejlesztőnek is tökéletes kis darab. Azért szeretem nagyon ezt a mintát, mert mindent egy darabban fogunk meghorgolni. Nem fogunk fonalat vágni, nem kell hozzá varrogatni, hanem mindent egybe fogunk meghorgolni. Szerintem nagyon egyszerű minta lesz, nagyon szerethető minta. Úgyhogy kezdjünk is bele. Először is, mivel amigurumiról van szó, ezért készítsünk egy varázskört a már múltkor megtanult módon. És az első sorba készítsünk a varázskörbe 6 egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5, 6. Húzzuk össze a varázskörünket, egészen húzzuk össze, és ezen a ponton szeretnék reagálni a kérdéseitekre, amit a csoportban feltettetek. Ez a, ugye az első egypálcás öltés, amit horgoltunk, ebbe fogjuk elkészíteni a kúszószemet. Na, elkészítettük a kúszószemet, és most már abba a szembe nem horgolunk, hanem a következő, azaz alapvetően a második egypálcás öltésbe fogunk elkezdeni szaporítani. A második körbe, az összes előző körbeni szemünkbe szaporítunk, 12 szemnek kell lenni a sor végén. És ez, ahova a 11. öltést készítettem, és az kúszószembe, amit készítettünk, ide készítem a 11., illetve a 12. szemünket. Remélem, hogy így már érthető, mert szerintem a múltkor nem fektettem erre kellő nagy hangsúlyt. Most betesszük a szemjelzőnket. A harmadik sorban a szabályszerűségünk az lesz, hogy egy darab egy pálcás öltés és egy szaporítás. És ezt ismételjük meg 6-szor, illetve még 5-ször, összesen, amíg el nem kerülünk a szemjelzőig. És el is értünk a szemjelzőig, a harmadik sorban összesen 18 szemnek kell lennie. Jön a negyedik sorunk, amiben 2 darab egypálcás öltést fogunk csinálni, és a harmadik szembe szaporítunk, és ezt ismételgetjük, amíg el nem érünk a szemjelzőig. És az utolsó szembe egy szaporítás. A negyedik sorban összesen 24 darab öltésnek kell lennie, akkor dolgoztunk jól. És most, hogy elértünk ide, innentől kezdve most 5 sor 24-es
sort fogunk készíteni. Tehát az előző sorunk minden egyes szemébe egy darab egypálcás öltést fogunk készíteni. Jaj, 5 soron keresztül. Jó, és el is érkeztünk az 5. sorhoz, és most itt következik egy dinamit trükk. Mutatok nektek két gyakorlatilag nagyon hasonló elven működő dolgot. Ebben a tökben is szabályosan történtek a fogyasztások, és itt is szabályosan történtek a fogyasztások. Ez mégis domború, ennek pedig van egy kis pereme, amit mi szeretnénk elérni, hogy ennek igazán szép gomba formája legyen, ne pedig egy ilyen kis domború, kerekded, formátlan, akármi gomba, mondjuk. És ezt egy technikával fogjuk elérni, ami igazán nem nehéz, csak meg kell szokni a szemeteknek. Meg fogom mutatni közelről, hogy teljesen érthető legyen, amit mondok. Ezekkel a V betűkkel itt fönt már nagyon sokat foglalkoztunk. És azért, mert ezeknek nagyon nagy jelentőségük van. Most a bordó színű fonallal fogjuk folytatni csak és kizárólag a hozzánk közelebb eső szembe. Szálba, hurokba fogunk horgolni, ugyanúgy egypálcás öltéseket. Nem az egész szem alatt dugom át a horgoló tőmet, hanem csak a hozzám közelebb eső részébe. És oda horgolok egy egypálcás öltést. És így szépen elhaladok a szemjelzőmig, odafigyelve arra, hogy tényleg csak az első hurokba tegyünk öltés, mert a hátsó hurokra szükség lesz a sötét barna fonalunknál. Jó, és az utolsó ilyen öltés lesz. És most pedig elérkeztünk a szemjelzőnkhöz, és egy picit el kell, hogy varjuk ezt a szálat, méghozzá úgy, hogy a következő szembe készítünk egy kúszó szemet, illetve a következő szembe is még egyet. Jó. És így egy icipici véget hagyva el is vághatjuk a fonalunkat. Kész vagyunk a piros bordó fonalunkkal. És most következik a sötét barna. Kihúzhatom, mindenféleképpen zárjuk el a szálat, hogy ne okozzon később problémát. Én ilyenkor még beszoktam húzni egyszer így. És így látszik, hogy egy icipicit lehet látni, ahol összeérnek a sorok, de nincsen hatalmas nagy kiugrás, hanem csak egy kicsi. Hogyha kifordítjátok a gombácskánknak a tetejét, akkor lehet látni ezeket a belső szálakat, amiben nem dolgoztunk a bordó színűvel, most fogunk dolgozni a barna színűvel, barna színű fonalunkkal, úgyhogy az elsőbe bedugom a tűmet. Egyébként itt most egyben meg is fogjuk tanulni, hogy hogyan kell fonalat hozzávenni. Áthúzom, minthogyha egy láncszemet akarnék képezni, áthúzom a következőben is, és így most rajta van a két hurok a tűn, amit áthúzok, és így megvan az első szemünk.
Viszont mivel az első szembe készítettünk egy hurkot, és a második szembe két hurkot, és csak egy szem az eredmény, ezért ebbe a belső szembe készítünk még egy pálcás öltést, és így meg is van a két szemünk. Innentől kezdve mindegyik szembe fogunk horgolni egy darab egy pálcás öltést, összesen a sor végére 24 darab egy pálcás öltésnek kell lennie, amiket a belső hurokba készítünk el. Jó, és amikor elérkeztünk az utolsó belső szálas öltéshez is, utána az első és az utolsó szemünket össze fogjuk kapcsolni. Ugye ez volt az első, és össze fogjuk kapcsolni egy kúszó szemmel. Jó? Meg vagyunk. Azt ajánlom, hogy a bordó fonalat hagyjátok kint, és ne vigyétek belülre, hanem hagyjátok kint, és így húzzuk el belülre majd, ami azért, tehát bedugod akármelyik szembe a tűdet, és áthúzod, úgyhogy belülre essen a szálad, az amigurumi belsőjére, ezt úgyis ki fogjuk majd tömni, és így nem kellett a tűt se használnunk. Jó, na most következnek az apróságok. A következő, a szemjelzőnket viszont áthúzhatjuk ide. Tudjuk, hogy hol tartunk. A következő sorban kettő darab egy pálcás öltést fogunk készíteni, és egyet fogyasztunk. Ugye a fogyasztás az a megismert módon történik, hozzám közelebb eső hurok, hozzám közelebb, következő hozzám közelebb eső hurok, áthurkolom, kettő alatt áthúzom, áthurkolom, kettő alatt áthúzom. Ugye ez volt a fogyasztás, láthatatlan fogyasztás. Ezzel a mintával kettő darab egypálcás öltés és egy fogyasztás, haladunk egészen a szemjelzőig. A következő sorban, ugye 18 szemünk van most körbe, a következő sorban 12-nek kell lenni a sor végére, ezt úgy fogjuk elérni, hogy egy darab egypálcás öltés és egy fogyasztás. És ezt ismételjük addig, amíg el nem értünk a szemjelzőnkig. Oké, meg vagyunk a 12 szemmel. És azt lehet látni, hogy ez a töknek a szára, az nem 6 szemes, tehát szabályszerű csökkentést nem tudunk csinálni, hanem egy kicsit módosítunk a csökkentésen úgy, hogy 9 szemszámmal kelljen dolgozni. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy két egypálcás öltést készítünk, és egy fogyasztást, és ebből csinálunk 3-at összesen, és az utolsó. Jó, az utolsó csökkentésnél, a második áthúzásnál ne húzzátok már át a sötét barna szálat. Mutatok egy trükköt, hogyan lehet szebben színcserélni. Fölfűztétek az ujjatokra a fonalat, és itt most ezt húzzátok keresztül. Lehet hosszabbra hagyni. Ezt meghúzni. És innentől, ugyanúgy az előzőben, szemjelzőig 9 darab szemet képezni. És meg is van a 9
bézs színű szemünk. Itt most van egy hatalmas, nagy csomó minden itt. A barna fonalat elvághatjuk. Húzzuk be az amigurumi belsejébe. Egyébként alapvetően is tehettem volna belőle a szálat. Jó, behúztam. Bocsánat, videón kívül berevarázsoltam a sötétbarna szálnak a végét, illetve a bézsnek az elejét. Beletömtem véletlenül, és nem indítottam el a felvevő gombot. Bocsánat. Tehát azt így nyugodtan ilyenkor bele lehet dugni, és most pedig elkezdjük kitömni. Ahogy mutattam a múltkor, de megbeszéltük, hogy ez mindenkinek ahogy kényelmes. Jó. És ki is tömtük az amigurumunkat. És mostantól kezdve még 5 sor 9 szemes, 9 szemszámos sor kellene. Ilyenkor megtehetitek, hogy a szemjelzőt teszitek előre-hátra. Én azonban kiszoktam szorozni, és az összes szemszámot, tehát így az 5 sor végére szükséges összes szemszámot számolom, és haladok körbe. Ez igazából rajtatok múlik, ez csak egy újabb tipp tőlem, hogy ne kelljen a szemjelzővel ide-oda. Illetve én szeretem a memóriámat is edzeni, és szerintem ez tök jó mód arra. Úgyhogy találkozunk az 5. sor végén. És el is készült az 50, összesen 45 szemem. Ahogy már az előbb mutattam, kúszószemet csinálunk, következő szembe is kúszószemet csinálunk, és el is vághatjuk a fonalunkat. Én ilyenkor biztos, ami biztos még. Be szoktam húzni, és itt pedig, hogyha szépen eldolgoztátok, akkor vagy tű segítségével bebújtatjátok egészen az amigurumi belsejébe. Én így szoktam egyszerűen, hogy visszanyomom. És elkeverem benne, hogy véletlenül se jöjjön ki belőle. Jó. Utolsó lépésként megformázzuk a gombánkat. Kiszedjük belőle a szemjelzőnket. Meg is vagyunk. Aki szeretne, készíthet rá pöttyöket. Természetesen teljesen más színű fonalból is lehet, egy színű fonalból is lehet készíteni, az is tökéletes lesz. És el is készült a gombácskánk. Gratulálok, hogyha idáig eljutottál. Az e-ti jelszó hashtag dinamilecke 6-os. Ha ezt használod és feltöltöd a csoportba a gombádról a képet, akkor esélyed van rá részt venni egy sorsoláson, aminek a díja egy minta tőlem, amit te választhatsz ki. Érdemes tehát használni, feltölteni a csoportba a gombádról a képet. Köszönöm, hogy velem voltál ma is. Találkozunk jövő héten. Szia!